Ez az autós épp behajtani készül Szekszárdon a sétáló utcába, ami mostantól csak azoknak a gépjárművel közlekedőknek lehetséges, akik engedéllyel rendelkeznek. Azok, akik nincsenek ilyen dokumentum birtokában, komoly pénzbüntetésre számíthatnak a jövőben. A szabályozásra azért volt szükség, mert az utóbbi időben megnövekedett az autós forgalom ezen az útszakaszon, ami a járdaburkolat romlásához vezetett, illetve az ott sétáló gyalogosokat is veszélyeztette. Folyamatosan foglalkoztatott bennünket ez a dolog, és hát gyakorlatilag azt meg kell állapítanunk, hogy ekkora forgalmat, ami erre itt az utolsó időszakban ránehezedett, ezt így tovább csinálni nem lehet. Kiépítettünk egy kamerarendszert, az augusztus 1-jére elkészült, és üzembe lett helyezve. A rendvédelmi szervek, mentők, de a posta autói, illetve a taxisok is egy regisztrálást követően bármikor behajthatnak az utcába. Azok viszont, akik ott laknak, illetve csak alkalmanként használnák ezt az útszakaszt, nekik engedélyt kell kérni a polgármesteri hivataltól. A szabálytalan behajtás az 30 000 forint. Ezt a kamerarendszer pontosan fogja tudni, és pontos tájékoztatást ad erről, és természetesen még egy dolog van, a várakozási idő, ami 15 percben lett meghatározva. Ismételten ránézve a táblákra azt tudom elmondani, mindenki figyelmesen közlekedjen. A behajtási engedélyhez szükséges nyomtatványt a 74-es körzet 504-106-os telefonszámon, illetve a műszak@szekszard.hu e-mail címen lehet igényelni. Az engedélyeknek egyszeri minimális költsége van, ami 400 forint.